Ha magyar turistaként megjelentünk volna a koraújkori Japánban, valószínűleg karabitó megnevezéssel találkoztunk volna, ami koreai vagy kínai jelentéssel bír, de természetesen sem a koreaiakat és kínaiakat, de minket sem akartak volna ezzel megbántani. Egyszerűen csak így kategorizáltak mindenkit, aki nem a japán szigeteken született, nem úgy nézett ki, mint ők, mivel ezeket az országokat ismerték a legjobban. Érdekes megjegyezni, hogy nem csak létező helyekről voltak ismereteik, mint például az akkori Rjükkyű királyság, a mai Okinawa, hanem elképzeltek mindenféle csodás és ismeretlen országot is, mint például a hosszú lábú emberek, vagy a hosszú karú emberek országát, de volt még a képzeletükben lyukas mellő emberek országa is. Az Edo-kori Japánban tehát így látták a világot, és valóban hittek benne. Még akkor is, amikor a térképek már egy kicsit fejlettebbek voltak, a 18. század végén, a 19. század elején, még mindig megtalálhatók például a törpék országának ábrázolásai. De ha belegondolunk, akkor a beli magyarok képzelőereje is igen tág volt, amikor a felkelő nap országára gondoltak. Gondolok itt például a magyar-japán rokonság elméletére, ami még a mai napig megmozgatja a fantáziánkat. A mai Japánban, amikor azt mondják egy nem japánra, hogy gaijin, alapvetően azokról beszélnek, akik egy kicsit máshogy néznek ki, máshogy viselkednek, vagy máshogy beszélnek, mint ő. Azokról beszélnek így, akiket nem ismertek eléggé ahhoz, hogy máshogyan kategorizálják. Történelmi kontextusban szemlélve a gaijin kifejezés a karabitóval mutat rokonságot, mivel azokat az embereket kategorizálták akkor is így, akiket nem ismertek eléggé ahhoz, hogy másként beszélhessenek róluk. Már az Edo korszakban is megfigyelhető, hogy a japán emberek egymást származási helyük alapján kategorizálták. Például egy edói tőzsgyökeres, egy Edóba érkező vidékit gúnyolhatott, mivel nem értette az edói divatot. Ugyanakkor egy külföldi esetén ez nem volt így. Ebből is látszik, hogy a japánok számára az identitásuk kialakulásában a születési és nevelkedési helyük jelentős szerepet játszik. Ez még ma is így van, megfigyelhetjük például, amikor egy oszakai származású ember Tokióba érkezik, akkor formálisabban viselkedik a tokióiakkal, mint amikor az oszakai helyiekkel találkozik. Amikor Tokióban kiderül valakiről, hogy ő is oszakai, egyben feloldódnak és úgy beszélnek egymással, mintha éppen a legjobb barátok lennének. Gondolkodott már valaha azon, hogy mit tesz minket azzá, akik vagyunk, és hogyan jelenünk meg más országokban és külföldi kultúrákban? Vegyünk például engem. Én magyar vagyok. Tehát, ha valaki Japánban gaijinnak szólít, az számomra valahol érthető, hiszen nem vagyok japán. Ugyanakkor nem mindenki van ezzel ugyanígy. Hasonló magyar honfitársaimat, hogyha gaijinnak szólítják, lehetséges, hogy ők neheztelnek ezért. Engem például sokkal jobban zavar az, amikor én japánul beszélek, és mégis angolul próbálnak hozzám szólni a japánok. Ilyenkor elgondolkozom azon, hogy miért nem magyarul? Természetesen ezt nem lehet elvárni. Ugyanakkor itt felmerül a kérdés, hogy vajon mi okozza ezt az észlelésbeli különbséget. Nos, valószínűleg az, hogy az identitás nem feltétlenül arról szól, hogy honnan jöttünk kollektíven, hanem hogy kik vagyunk egyénenként. Ezért is nagyon fontos, hogy rendelkezzünk interkulturális kompetenciával, azzal a képességgel, hogy megértsük, elfogadjuk, és kijöjjünk azzal a másik emberrel, aki egy másik kultúrából származik. Ha pedig mindezeket a készségeket történelmileg szeretnénk magunkévá tenni, akkor rendelkeznünk kell kulturális, történeti kompetenciákkal. Ez egy olyan új fogalom, amely arra irányul, hogy hogyan értsük meg azokat az embereket, amelyek előttünk valamikor a múltban, a saját kultúránkban, vagy esetleg más kultúrákban éltek, éreztek, gondolkodtak. Ön gondolkodott már a saját identitása gyökerein? Ossza meg velünk a véleményét a kommentekben. Nagyra értékelném, hogyha segíteni a kutatásomat a leírásban található kérdőív kitöltésével.